Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Itt egy újabb vasárnap este, úgyhogy jelentkezik a Petőfi TV filmklubja. Négy szülő és egy gyermek, egy német vígjáték, ezzel a 2014-es filmmel készültünk a mai estére. Mint a film címéből is sejthető, van ebben minden, aztán a családi problémáktól kezdve, párkapcsolati problémák, meg persze humor is, mármint amennyire német filmeknél humorról lehet beszélni. Létai Dóra színművésszel fogjuk majd megtekinteni ezt a filmet. Hogyha azt mondom, hogy német film, akkor mi jut először eszedbe? Mert én nekem ezzel kapcsolatban azért voltak fenntartásaim. Egyrészt vagy mondjuk azt mondtam, hogy Rainer Werner Fassbinder, tehát hogy az egyik rész. A másik az pedig ez a Hangyák a gatyában és társai nagyon-nagyon komikus és nagyon viccesnek gondolt film, ami aztán valójában nem volt az. Igen. Nekem Wim Wenders jutott eszembe, és a Berlin fölött az ég. Na hát, az még egy komolyabb film, és egy szebb film. Ha filmet kell választanod, akkor te milyen filmet választasz? Milyen filmeket részesítesz előnyben? Hát én nagyon művészfilmpárti vagyok. Én már kamasz... Akkor nem véletlen a Berlin felett az így. Igen. Már kamaszkoromban jártam filmklubba, és nem csak ide filmklubba, hanem rendes filmklubba is, és az összes Truffaut, Godard, nem is tudom, az új hullámos francia filmektől kezdve a Bergman filmekig én szerelmese voltam a művészfilmeknek már nagyon fiatal koromban, talán kicsit túl korán is, tehát olyan filmeket láttam, amelyeket lehet, hogy akkor még nem is igazán értettem, vagy érthettem meg, de nagyon nagy hatással voltak rám. Arról beszélgettünk az előbb, hogy kamaszkorodban te már jártál filmklubokba, és azért olyan filmekkel is találkoztál, amit lehet, hogy akkor még nem értettél, vagy másképp értelmeztél. Akkor már te tudtad, te teljesen tudatosan készültél színésznőnek, és volt benned olyan, hogy te ilyen filmekben akarsz játszani, mondjuk? Nem csak akkor, de én már 4 éves koromban eldöntöttem, hogy színésznő leszek. Fogalmam nincs, hogy honnan jött ez a sugallat, mert óvoda, középső csoport, gondolom, te voltál a középpontban hát, mindig. Igazából az az érdekes, hogy óvodában én rendeztem a többieket. Tehát meséket rendeztem, dramatizáltam a csoporttársaimnak, instruáltam őket, beöltöztettem őket, és kívülről figyeltem a játékukat, tehát egy egész más szerepben voltam, de azt tudtam, hogy színésznő akarok lenni. Tényleg nem tudom, hogy honnan. Tehát nem volt a családban semmilyen hasonló pályán mozgó művész, senki. Tehát teljesen furcsa. Azt szokták mondani, hogy ez egy ilyen karmikus történet, amikor egy gyerek ennyire pici korában pontosan tudja, hogy mi akar lenni, és halad az útján egyenesen előre. Nálam tényleg ez volt. Sosem volt semmilyen kitérő és mellékvágány, amikor mondjuk azt érezted, hogy mondjuk állatorvos lennék, vagy gyermekorvos, vagy bármi egyéb, ami így jött volna? Nem, olyannyira nem, hogy a sport az mindig jelen volt az életemben, de szertornáztam már pici koromban, műugró voltam, szerettem a jazzbalettet, néptáncoltam, és sok mindent kipróbáltam, de aztán mindig a színház győzött. Tehát az egyértelmű volt. Pince színházas is voltam, a Toldiba jártam gimnáziumba, és a Toldi Teátrummal egyfolytában országos diákszínjátszó versenyeket nyertünk, tehát csak ez érdekelt igazából. És hát elsőre felvettek a színművészetire, úgyhogy akkor még az érettséginek a szóbeli és írásbeli fordulója között voltak a színművészeti felvételig, és úgy mentem már szóbeli érettségire, hogy fel voltam véve a színművészeti egyetemre. Úgyhogy akkor mondtam, hogy most már nehogy valami baj legyen, bármit igen. Húzol neked muszáj átmenni, bár nem gondolom, hogy lett volna probléma. Hát nem volt igazából probléma, sőt, biztonsági tartalékként azért az ELTE-re beadtam magyar-angol szakra a jelentkezésemet, de odáig már el sem jutottam, hogy oda elmenjek felvételizni. A család hogy fogadta ezt, hogyha már az ember gyerekkorától egy pályára készült, tényleg, hogyha 4 éves korától kezdve tudja, hogy ő jelen esetben ugye színésznő akar lenni, akkor, és mondtad, hogy ugye azért nem nagyon volt a családban, aki ezzel foglalkozott volna, és színészi hivatást választott volna magának. Idővel megbékéltek vele, vagy a kezdetektől kezdve azt mondták, hogy kislányom, majd, hogyha azt szeretnél lenni, legyél. Egy nagyon felvilágosult, toleráns és szerető családom van, tehát egy olyan közegből jöttem, ahol nem ítéltek el, és nem voltak előítéletek a színészi pályát illetően. Tudom, hogy egyébként ezek léteznek, de számomra megdöbbentő módon a mai napig léteznek előítéletek a színészekkel szemben, hogy azok léhák, megbízhatatlanok, nem is dolgoznak, csak a siker, a csillogás és a móka kacagás, amiből áll az életük, tehát egészen érdekes elképzelések vannak a mi életünkről, de ez a mi családunkra nem volt jellemző, tehát ők tiszteletben tartották, hogy a gyerek e felé halad,
látták nyilván a tehetséget, mert nagyon sokat szerepeltem, meghallottam egy verset, egyből tudtam, elmondtam, énekeltem, táncoltam, családi ünnepségeken szórakoztattam a családom tagjait, tehát hogy ez valahogy természetesen jött belőlem, és hát miért is akadályoztak volna meg benne, támogattak benne. Ha már ezt említetted, hogy siker és csillogás és mindenféle sztereotípiák, amik élnek mondjuk színészekkel kapcsolatban, igen, az emberekben, akkor gyermekként azért biztos, hogy az is ott volt egy ilyen motivációként, hogy siker, csillogás és hogy jó lesz majd. Aztán, ahogy teltek, múltak az évek, azért biztos, hogy voltak olyan élmények is, amiket talán egy picit kudarcként éltél meg. Vagy nem voltak kudarcok? Hát ez természetes, dehogy nem. Tehát amikor az ember már gyakorolja a pályáját, ugye most már 25 éve, idén vagyok 25 éve a pályán, tehát 93-ban mit csináltam? Nem érettségiztem, diplomáztam. És nem. Ez még az ovis időszak volt. Ja, persze, igen. Az ovis időszak volt. És azóta nyilván nagyon sok minden történt. Tehát ez nem egy egyenletes ívű pálya. Itt minden színész életében történnek kiugró sikerek, kevésbé kiugró időszakok, akár kudarcok is, vagy csöndesebb évek, tehát ez természetes. Meg hát, amit meg kell tanulni, hogy persze a siker és a csillogás, és a taps, és az elismerés, az egy nagyon kellemes következménye ennek a pályának, de valójában ez egy kőkemény munka. Tehát igazából az tényleg egy felszínes megközelítés, hogy az ember szerepel szép ruhában, kifestve, és tapsolnak neki, és pesgőt isznak a cipőjéből, bár ez ma már nincs. Milyen jól hangzik pedig. Ma már igazából ma már szinte a férfi színészeknek dobálnak a női nézők virágcsokrokat, és tőlük kérnek autogramot. Tehát érdekes, mondom, megfordult ez a dolog. Most nem is a színésznőkért rajonganak, hanem ez szinte fordítva van, hiszen a nézők nagy része nő. Uh-huh. Tehát ez felborult egy kicsit. Tehát a színésznőnek lenni az ma már nem annyira, nem is tudom. Tehát, hogy ma már nem tudom, egy vlogger vagy egy youtuber, azt szerintem népszerű, mint egy színésznő. Tehát, hogy ez ma már nem is annyira csábító foglalkozás talán. Ez egy picit fájó dolog, hogy megváltozott a világ? Igen, megváltozott a megbecsültsége. Ennek a szakmának is, meg nagyon sok értelmiségi hivatásnak is természetesen, mondjuk, ha csak a tanárokra gondolok például, vagy az orvosokra, tehát sajnos igen. Tehát valamikor a színészek egy szinten voltak az akkor szintén nagyon megbecsült orvosokkal, tanárokkal, mérnökökkel, tudósokkal. Ez ma felborult, ez ma nem így van. Tehát nyilván ez is egy fajta fájdalom, ezzel szembenézni, és így küzdeni, vagy belegondolni abba, hogy tényleg egy, amit az előbb említettem, hogy akár a fiatal gyerekek tudják, hogy valaki egy videójátékon hogy játszik, és azt több millióan követik, és népszerű, és nem tudom, példakép, nem tudom miért, mert jól játszik biztos, de az, hogy valaki pedig főszerepeket játszik egy színházban, és katartikus élményt okoz a nézőknek, azt pedig látják, nem tudom, egy évben 200 000-en. Tehát, hogy valahogy az értékrend nagyon felborult ebből a szempontból, mert nincs egyenes arányban a mennyiség a minőséggel. Azért kérdeztem ezt, ugye nemrégiben kaptál egy díjat. Egy-egy ilyen díj azért az egy picit úgy simogatja az ember lelkét, meg úgy helyre teszi a dolgokat? Mindenképpen. Tehát a Karenina Anna című darabot mutattuk be idén márciusban, és most évad végén megkaptam a közönségtől a legjobb női alakítás díját. Ez ugye közönségdíj. A közönségtől, igen, az Anna Kareninára, és ez számomra óriási öröm, hiszen pont egy ellentételezése annak, amiről az előbb beszéltem, hogy mégiscsak fontos az, amit csinálunk, mégiscsak eljut az emberekhez, mégiscsak adunk nekik valamit, ami talán segít nekik egy kicsit élni, vagy amit elvisznek magukkal, vagy ami egyáltalán készteti őket gondolkodásra, érzelmeket gerjeszt bennük. Az Anna Karenina ugye egy nagyon nagy emblematikus szerelmi története a világirodalomnak. Mi ugyan nem a Tolsztói, hanem a Nagy András féle színpadi változatát játsszuk, de hát ugyanaz a szerelmi háromszög történet jelenik meg a színpadon. Telihai Péter rendezte az előadást, és egy monumentális nagy pályaudvaron játszódik az egész. A végén vonat alá vetem magam, leugrom egy 3 méteres hídról, és meghalok, és hát tényleg nagyon, tehát nagyon lehet érezni a nézőkön a figyelmet, a csöndet, sokszor a megrendülést, tehát nagyon jó érzés játszani ezt a szerepet abból a szempontból is, nem csak megélni és eljátszani, hanem a nézők visszajelzéseit érezni, hogy valóban fontos, valóban
átmegy az, amit mi akartunk ezzel az előadással adni. Ez egy picit ilyen szerepálomnak tűnik nekem, amit így, amire egy színésznő mindig vágyik, hogy egy ilyet eljátszhasson. Igen. Jól érzem ezt, hogy ez mondjuk, hogy ott volt a, nem azt mondom, nem lehet bakancslistának hívni, de mégis egy picit. Amikor mondjuk... Igen. Nem korábban ugye megvoltak ezek a tervek, és akkor hogy ezt szeretnéd egyszer megkapni? Igen, nem. Én tudatosan törekedtem rá, hogy ne legyenek a pályámon szerepálmok, mert ez egy színészi babona, hogy a szerepálmokat, hogyha megkapod, akkor nem sülnek el jól. Tehát azt szokták mondani, Isten őriz, hogy megkapd, amire vágysz, mert úgysem olyan lesz. Úgyhogy én nem is nagyon álmodoztam, ennek ellenére eléggé el voltam kényeztetve a pályámon, mert már a korai éveimben, amikor lementem Miskolcra, aztán Szegedre, aztán Zalaegerszegen töltöttem egy évet, összesen 5 évet voltam vidéken fiatalon, és ott hát le sem jöttem a színpadról, tehát mindent, amit egy fiatal színésznő megkaphat, azt eljátszottam, tényleg a Júliától a My Fair Lady-n át, a Sweet Charity-n keresztül, a nem tudom, a Ármány és Szerelem Luizájáig, tehát hogy minden, tényleg minden megadatott, amire vágyhat egy fiatal színésznő. És aztán voltak persze másfajta évek, amikor annyira nem jöttek a nagy szerepek, de akkor meg jött helyette televízió, aztán jött a szabadúszás, amikor szintén más volt, hogy nem egy társulathoz tartozom, és nem az van, hogy évről évre számítanak rám, és épülnek a szerepeim egymásra, és bennem gondolkoznak a rendezők, hanem mindig új közegben kellett kipróbálnom magam, mindig új váratlan kihívásoknak kellett megfelelni. Tehát nagyon változó volt a pályám, nagyon változatos és izgalmas. És most megint a József Attila Színházban kicsit úgy érzem, hogy otthonra találtam, és évről évre, akár hogyha a Molnár Ferenc Üvegcipőjét veszem, mint az egyik kedvenc szerepemet, akár az Anna Karenyinát, vagy a Beavató Színházas előadásokat, amiket nagyon szeretek, a Bánkbánt, vagy az Oidipuszt játszani, akkor nagyon elégedett lehetek, annak ellenére, hogy most így globálisan belegondolva kesereghetünk azon, hogy nincsenek eléggé megbecsülve a színházi emberek, de én mégsem vagyok elégedetlen. Nem vagy egy kesergős típus. Valahogy én mindig azt érzem, hogy mindig így tovább menni. Tehát, hogyha bármi történt, akkor is persze az ember elgyászolja magában, és akkor aztán tovább menni. Igen, de azt vettem észre magamon az évek múlásával, hogy ez egyre nehezebben megy. Tehát fiatalon könnyebben megráztam magam még, és akár a kudarcok, most akár magánéleti, akár szakmai nehézségek után sokkal könnyebben fölálltam, mentem tovább, és tényleg csak előre néztem. Valahogy, ahogy megy az idő, ez érdekes, nem tudom miért, hogy az ember mélyül, vagy gyűjtögeti a tapasztalatokat, és ezért sokkal mélyebben él meg, vagy nehezebben él meg mindent, de azt teszem észre, hogy nehezebben teszem túl magam bizonyos dolgokon, vagy jobban megérintenek, vagy egyszerűen, ha nem is átmegyek kesergőbe, de több erőfeszítésbe kerül kijönni egy nehéz helyzetből. Vannak ilyenkor olyan elfoglaltságok, gondolok itt mondjuk a zenére, ami egy picit átlendít dolgokon, amikor egy picit mással is kell foglalkozni, amikor színésznőként így kikacsingat az ember? Igen, az nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Olyan értelemben is jó a kikacsintás, hogy például amikor vendégként hívnak egy másik társulatba, tehát most például velem kétszer is előfordult a József Attila Színház mellett az elmúlt évadban, hogy a Hadszín Teátrumban az Adrian Mol naplójában játszhattam, illetve egy olyan zenés produkcióban az Operaház égisze alatt, amely egy prózai darab, a Siegfried Idyll című előadás, amely Wagner és Nietzsche nagy barátságáról és annak végéről szól, és 4 prózai színész játssza el úgy, hogy közben az Operaháznak a zenekara végig Wagnert játszik, balett is van a színpadon, tehát egy ilyen összművészeti esemény az előadás, ezt Kálói Molnár Péter rendezte, és reményeink szerint most kétszer bemutattuk, de ugye az Operaháznál most a játszóhelyek váltakoznak, és majd az Eiffel csarnokban, ha megnyit, akkor ott folytatjuk jövőre ezt az előadást. De visszatérve a zenére... Van azért egy kis zenei. Igen, tehát számomra a zene az egy óriási felszabadító élmény, tehát én azt valahogy egy másik szférának érzem, egy teljesen boldogító, valahogy a hétköznapi gondoktól, a földtől elszakadt, ilyen különlegességnek érzem a zenét. Nagyon tisztelem a zenészeket, az énekeseket, én úgy érzem, hogy az több, mint amit mi csinálunk, úgynevezett prózisták, úgyhogy ezért is nagy élmény nekem. Egyrészt, amikor zenés darabban játszhatok, illetve hát ugye most megadatott az életemben, hogy az én énekes párommal közös produkciót hoztunk létre, mert egyszerűen ez így jött, tehát ezt nem
határoztuk el, nem kért föl minket erre senki, hanem egyszerűen belőlünk jött a zene, hogy úgy mondjam, illetve természetesen elsősorban belőle, ifjabb Éliás Gyuláról van szó, aki egy csodálatos énekes, és hát a kapcsolatunkból következett, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, és létrehoztunk egy olyan estet, ami zene és vers, tehát a kettőnk egyvelege tulajdonképpen, az a cím, hogy Dalok a szerelemről, és ebben elhangzanak zenék, versek, megzenésített versek, akár funky dalok is az ő stílusából, illetve enyhe népzenei áthallású, egészen különleges stílusú dalok, tehát egy nagyon eklektikus este született ebből. Mutatunk ebből egy pici részletet, utána pedig folytatjuk tovább a beszélgetésünket. Szeretlek, 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 egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért, szomorú, kedves a kedvesért. Egész nap csókolom a testedet, csókolom minden percedet, minden percedet csókolom. Nem múlik ízed az ajkamon, csókolom a Már is folytatjuk tovább Létai Dórával beszélgetésünket. Beszélgettünk már színházról, beszélgettünk már főiskolás évekről, aztán most zenéről is. Valami viszont kimaradt még. Filmek, sorozatok. Ugye nagyon sokan azért egy sorozatból ismerhetnek téged, akik mondjuk rendszeres tévénézők. Most van egy másik sorozat is az életedben. Igen, nagy örömömre szolgál, hogy a Holnaptali című ifjúsági sorozatba bekerültem, mint tanárnő. Ráadásul ez egy olyan karakter, Andorné karaktere, a szigorú földrajz tanárnőjé. Minden eszembe jutna róla, csak nem a szigorú földrajz tanárnő. De képzeld el, hogy az, sőt, nem csak a szigorú, hanem néha kifejezetten gonosz. Tehát, hogy egy egészen eltérő karakter attól, amilyeneket én általában szoktam játszani. És hát ez isteni. Tehát ez nagyon jó. Tehát, hogy ugye sokszor szokták mondani, hogy a színészet az egyfajta terápia. Főleg akkor, hogy tényleg olyan dolgokat élhetsz meg, olyan jellemvonásokat és olyan szituációkat, amelyek az életben tabuk vagy tiltottak. És ezért én ezeket nagyon szeretem, az ilyen szélsőséges, vagy ugye az alapkarakteremtől eltérőbb jellemű alakokat, és hát Andorné abszolút ilyen. Tehát ő az, akitől retteg egy egész iskola konkrétan a Holnaptaliban. De mondjuk azért szigorú, de igazságos, tehát hogy mondjam, nekem is voltak ilyen tanáraim középiskolában, akiktől rettegtünk és féltünk, de valahogy mégis nagyon megmaradt, amit tanultunk tőlük. Tehát valamitől ez a fajta tanári karakter, ez mindig emlékezetes marad a diákok számára, és nem csak a félelem miatt, hanem utólag rájövünk felnőtt korunkban, hogy tényleg volt igazsága az ő szigorának. Ugye azt mondtad, hogy gyakorlatilag repkedsz ebben a szerepben, és imádod ezt a szerepet. Azért most, hogyha rád nézek, és azért ismerlek is valamennyire, minden eszembe jutna, csak az nem, hogy egy szigorú szerepet kapj. És hogyha mondjuk az előző sorozatbeli szerepedre gondolok, azért ott is egy kifejezetten jóságos és egy kifejezetten barátságos valaki voltál. Igen, 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 igen. Azért... Ott ugye doktornő voltam, igen. Kedves aranyos szőke doktornéni, de közben nagyon érdekes, mert például pont amikor a doktornőt játszottam, akkor szinkronizáltuk, akkor csináltuk több évadát a Sex és New Yorknak, amelyben meg a Samantát játszottam, aki ugye, itt az ő hangja voltam, magyar hangja, és ő pedig ugye hát egy szabadszájú, teljesen elvetemült női alak volt, teljesen más, egy másik véglet, mint a doktornő, és akkor ezt sokan meg is jegyezték, hogy akkor ez most hogy, most akkor én milyen vagyok, most akkor én melyik vagyok, és hát mondtam, hogy hát egyik sem vagyok, hát én egy színésznő vagyok, és nagy örömmel játszom mind a két szélsőséget. Az, hogy egyébként Létai Dóra milyen, az egy dolog, de nyilván azért lett színésznő, mert
el tudja ezeket a szélsőségeket játszani, vagy hát el szereti játszani őket. Egy picit kiélhetsz talán olyan karaktereket is, amit mondjuk az életben ugye az ember azért nem csinálna meg, de mégis úgy kipróbálna, ugye azért ott van a fejében a pici gond, hogy hú, milyen lenne, hogyha itt most azt csinálnám, és mondjuk nem tudom, csúnyán beszélnék a boltban, vagy bármi egyebet csinálnék. A színpadon gyakorlatilag erre van lehetőség, hogy persze, vagy gonosz legyél, vagy rossz legyél, vagy valami teljesen másmilyen legyél. Szerintem ezért lettünk színészek, tehát aki színészségre, vagy erre a pályára adja a fejét, abban nagyon sok fajta szélsőség lakozik, mint hogy egyébként minden emberben, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk ha bemész a patikába náthásan, akkor nyilván úgy kérsz a gyógyszerésztől valamilyen gyógyszert, hogy abban a pillanatban, tehát, hogy elesett kis áldozat vagy, és tulajdonképpen azt a szerepet játszod. Hogyha nem tudom, hogyha éppen igazságtalanság ér, és valakit, nem tudom, rádudálsz valakire, és kiosztasz valakit az úton, akkor már lehet, hogy egy másik szerepben vagy, és ott te vagy fölényben, és ott te vagy esetleg egy kicsit agresszív. Más vagy a gyerekeddel, más vagy a munkatársaddal, más vagy a szerelmeddel, más vagy a sarki rendőrrel. Tehát azért mindenkiben megvannak ezek a különféle szerepek, kisebb-nagyobb amplitúdon. Valószínűleg bennünk színészekben nagyobb az átjárás, meg nagyobbak a végletek, és ezért nekünk kapóra jön ez a hivatás, mert itt tényleg mindenfélét el lehet büntetlenül játszani. Ugyan azt mondtad, hogy nincs olyan az életben, és nincs olyan az életedben, hogy szerepálom. De hogyha mégis ezeket a szélsőségeket vesszük, amiről egy picit beszélgettünk már, akkor lenne mondjuk olyan, vagy tudsz mondani mondjuk egy olyan szerepet, amit az elkövetkezendő években nagyon szívesen eljátszanál? És tényleg nem azt mondom, hogy amiről álmodozol. Én tényleg annyi remek színházi szerepet kaptam meg, vagy a drámairodalomnak olyan szerepeit játszhattam el, hogy hirtelen nem is tudnék ilyet mondani. De hogyha már szabad álmodozni egy kicsit, akkor azt mondanám, hogy nagyjátékfilmben nagyon szívesen játszanék olyan igazi, egész estés nagyon komoly, nagyon megterhelő, nagyon végletes karaktert egy igazi jó moziban, mert az eddig kimaradt az életemből. És milyen karakter lennél legszívesebben? Negatív vagy pozitív hős? Hát nyilván bonyolultabb ennél. Tehát nyilván olyan lenne, akiről nem lehet egyértelműen eldönteni. Tehát egy ember lenne, aki nagyon nagy mélységeket és magasságokat él meg, és nyilván nem egy brazil szappanopera szintjén döntjük el, hogy ő a jó, ő a gonosz, hanem egy bonyolult, érdekes, izgalmas női alak, akivel sok minden történik, és lehet, hogy meg is hal a végén, de lehet, hogy feltámad, nem tudom, lehet, hogy valami izgalmas dolog történjen vele. Fél évvel ezelőtt, amikor beszélgetünk, még akkor voltak a próbái ugye a Karenina Annának. Igen. Akkor ahhoz kívántam sok sikert, most meg akkor ehhez az utolsóhoz, amit mondtál, hogy akkor legyen meg ez a nagy játékfilmes szerep. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.